Itt lesz a növénytermesztő részlegünk, azt már látom. Ezt itt lezárjuk teljesen, hermetikusan. És akkor itt fémet fogok lerakni ezen a... Mi a helyzet? Már megint valami vészhelyzetet. Ő is... Ő meg a WC-vel van valami problémája, de mi a baj a WC-vel? Hol a WC? De van WC kell, több WC kell? Hát legyen WC. Csináljunk ide is WC-t. Hol vannak a mellékhelyiségek? Itt vannak a mellékhelyiségek. Egyet ide berakunk. Ez ugye pont egy WC hely. És akkor legyen egy tusink is. Tusolunk, az pedig... Ja, nem, még egy WC-t rakunk ide. Merre felnéz? Arra, akkor azt oda. Majd de miért nem lehet WC-t rakni? Na azért. És akkor rakunk le csöveket. Csöveket pedig itt rakunk le, és ide kell víz. Nem, nem, víz még nem kell. Ezt visszamegyünk ide. Na. Na mindjárt eligazodok ám már a gombokon. Eddig azt mondom, hogy egész tűrhetően megy a dolog, nem igen vannak nagyon durván meghalni akaró embereim, és ez mindenképpen pozitív. Víz az kell, így van. Ja, az még nincs kész. Honnan tudok vizet hozni innen? Aha. Arrafele? Nem. 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 Így igen, oké. Okay. Ezt így meg tudjátok hegeszteni nekem, srácok, akkor az két WC-nk is, ami cool lenne. Jó, viszont ide rakok egy tusolót, mert pont elfér egy tusoló. Hát, ja, aztán majd kialakítok valami vizesbok jelleget, vagy valami... hát most látom, hogy nem tudnak ezek tusolni, mert az meg így oldalt kellene belemenni. Ó, jaj. Na, szegények. Na, akkor legyen itt kettő darab tusoló, jó? És akkor ezt pedig itten ignoráljuk. Ezt szedjük ki ezt a tusolót, és cseréljük ki egy mellékhelyiségre. Nem tudnak bemenni szegények. Akkor mindenki koszos, ugye? Nézzünk egy... bizony. Büdös, koszos mindenki. Hogy jó, hogy most meg itt véreznék el ezen a dolgon, hihetetlen. Nem figyeltem oda az elhelyezésre. Na, akkor itt bekötjük a vizet. Kell-e áram? Hát mindegy, most én adok áramot is ezeknek. Nem biztos, hogy kell. Ezek micsodák? Aha, ja, hogy elkészült. Oké. Okay. Jó, na, mindig megnyitom. Fú, ezek is betegek, hogy mi bajuk van ezeknek? Például ő neki. Nincs semmi baj, csak nagyon koszos, nem? De most már jobban van. Fáradt, nagyon fáradt ő. Hát ezen tudunk segíteni. Ugye nem sok ágyunk van, ugye ez is probléma. Na, csináljuk ezt a zöldségfarmot, mert most meg fognak éhen pusztulni szegények. Akkor itt lesz egy zöldségfarm. Még egyet is tudnák, nem nagyon mi. Hogy csak ide nem. De akkor nem férnek ott be. Na mindegy, megnézzük, hogy néz ki egy. Aztán kiderül majd. Jó. Itt van két tusoló, meg egy olyan vigyó, úgyhogy ez teljesen korrekt így, szerintem. Ezt még lehet módosítani, vajon? Most lebontottam. Lehet, hogy állítva kéne raknom. Köszi. Legalábbis megkísérlem ezt a módszert. Így, és így. Legyen kettő, nem tudom, hogy... És egyébként azt sem tudom ám, hogy hol vannak az áram, meg ilyen cuccaink, ami fontos lenne. Ami még fontos, hogy a szemetet,
ami itt van. Ezt is lassan majd valamit kell vele kezdenünk, majd ide csinálunk valami szemétlerakó helyet, mert kell majd egy új lassan. Nézzük az áramot, vagy nem tudom mit. Ez az áramellátás, nekem valahol kéne egy statisztika, ez micsoda? Ja, kéne áram. Azt hiszem, hogy víz is kell ide? Ez a víz, ez meg az áram. Szerintem ide minden kell. Jó, és akkor az áramot is szerintem. Az áramot pedig... szintén zenész. Így. Pipa. Oké. Okay. És akkor legyen itt is valami lámpa, mert eléggé kis kevés kell a fény. Mi a gond? Kevés a víz, meg még szükségünk van még tusolóra. Hát ez a működik kettő tusoló. Mi a baj ezekkel egyébként? Tehát áram van, meg víz. Miért nincs víz? Vagy ezek... miért nem jut ezekbe víz? Ja, hogy ezt nem tudták megcsinálni. Értem. Vagy hogy? Hogy van ez? Ezt most én nem vágom. Tehát áram az rendben, víz az rendben, de itt miért nem folyik a víz tovább? Eltört valahol egy kábel. Mindegy, ezt így megcsináljuk. Hol tört el a kábel? Jó. Hát csináld meg, nem tudom. Biztos van szerelőnk, nem? Igen, itt egy szerelő. Még egyet is kinevezünk. Most már elég sok minden döglik be, úgyhogy... jó, csináld meg azt a kábelt. Hát tudom, hogy ezekkel kéne foglalkoznom. Jó, hát most először is egy lámpát kéne ide tennem. Nincs víz. Szerintem nincs víz ezen a részen. Na most van, de most miért ezek villognak, ez jó? Mert itt például nem villognak. És áram. Áram is van mindenhol. Kevés a vízellátás, hát akkor nincs mit tenni, kell csinálnom ilyen víz. Mindenki rosszul van. Nem boldogok. De mitől nem boldogok, hogy betegek vagy? Kevés a toalett és kevés a az egyéb dolog. Csinálunk egy vízlelő helyet. Ez a reaktor, ez a power switch, vízpumpa. Vízpumpa. Hol a vízpumpa? Hogy néz ki a vízpumpa? Van ilyen kis magaslata. Igen. Kellenek tusolók és... jó, hát nem tudom. Ez mit csinál egyébként ez a... nem tudom, ez mi anyavaja lehet. Tök kis picike valami. Jó, ide rakok egyet a sarokra, nem tudom, ez mi, fogalma nincsen. De rakunk akkor egy vízpumpát valahova. Valahova rakunk egy vízpumpát, egy jó helyre. Ide rakjak egy vízpumpát? Rakjunk ide egy vízpumpát. Jó, hát most mit tudunk tenni, ugye? Ha kell a víz, akkor kell a víz. De talán elalszik akkor a lámpa rajtuk, mert itt a WC-n, itt áll, itt nem villog a WC. És hol van még WC? Nincs másik WC. Mindegy. Akkor ott lesz egy WC, és akkor azt meg bekötöm majd mindenfélével. Hát egyszer vízzel, vizet azt bekötjük mondjuk itt. Így. Áramot. Jó, tudom. Meg kell áram is. De áram az lesz, azzal nincs gond, jó. Oké, okay. Elkészült, és nem történt semmi.
Jó, most akkor megvizsgáljuk a dolgokat. Mi változott? Na, ezt is megépítették? Ez mit csinál? Fogalmam nincs, hogy mit csinál. Fogalmam sincs, hogy mit csinál az. Lehet... Ja, azt meg még nem csinálták meg. Na talán most. Jó, most csinálják meg. Na kíváncsi vagyok, hogy elhallgat-e a villogás. Na el. Jó. Lehet, hogy nyomással volt gond, hogy ilyesmi a víz nyomása. Most van tusolójuk, most nem panaszkodhat neked. Ennyi embernek nem kell szerintem olyan sok tusoló. Kaja. Nem sok kajánk van. Na mindegy, most beindul a zöldségbiznisz. Ezt nem tudom variálni. Még mindig tusoló hiány? Ó. Hát még egy tusolót tudok csinálni nektek. Ötletem sincs, hogy hol van még tusoló lehetőség. Várjunk, csak az itt van. Itt a vizes blokk, nem? Itt. Ide még szerintem egyet be tudok rakni, ez még itt elmegy, így. És akkor ezt is bekötjük. Ops, broken. Valami történt. De hol? Aha! Ez elzni, de ezt most jön, meg is javította, jól van a mókus. Mire észrevettem, vagy hát mire kiderítettem, hol a hiba, addigra odaért a szerelő. Jó, áram van, víz van, most már. Jó, három tusoló, két WC, egy három WC. Ez így teljesen korrekt, és akkor most ide át fogom helyezni, itt lesz a hálófülke. Vagy itt hátul. Azt majd kialakítom, mi ez? Nagyon sok a vakond ember, de most úgy csinálják azok a vakond embereket. Itt a lejáró, azt majd okosban meg tudom itt oldani, hogy a lejárót azt elkerítsem, úgyhogy hogy a vakond emberek ne zavarjanak minket, de nem tudnak bejönni, úgyhogy nem tudom mit paráznak. Jó, akkor csináljuk meg ezt a lámpát, mert azt már ezer éve meg akartam csinálni ide a lámpát. Ide egy lámpát kérek. Legyen némi fény azon a részen. Jó, hát a vas az nagyon jó. Nem tudom, még van is ennek hozadéka. Hoppa, elnézést, megütötte a mikrofon, talán nem okoz hallás károsodást a túloldalon. Valami kis szórakozást még rakok le nekik, ami ilyen pici dolog, de mégis el vannak vele. És nem drága, mondjuk egy ilyen szofát kapnak mondjuk valahova ide a kertészeti részlegbe, ide, meg egy biciklit, hogy tudjanak edzeni. Biciklit pedig, ez is ide hátra kéne, ide az orvosi részleg, ide a kardió részlegbe lerakjuk. Nem tudom hova, úgyhogy mondjuk ne akadjon be, de nem tudnak bejönni. Akkor jó, akkor azt nem oda rakjuk a biciklit, hanem hol legyen a bicikli? Itt. Itt. Ide rakjuk a biciklit. És akkor tudnak egy kicsit edzeni is. Szóval még rakok be még biciklit. Mindenkinek tök rossz kedve van. De talán nem betegek, tehát nem a betegséggel van baj, hanem inkább a boldogsággal. De hát most... Most akkor ez van. Hát most... Nem fennékig tejföl egy posztapokaliptikus világ. Mert ott is egy vakond, ott is egy vakond ember van. Ó, be vannak szorulva oda, szuper, jó. Oké. Viszont ide rakok egy falat. Legyen így akkor. Ezért ezt meg se tudjuk soha csinálni, de véletlenül se tudjanak bejönni a vakond emberek ott. Azt lezárjuk teljesen.
A legbelsőt azt nem biztos, hogy le tudjuk forrasztani. Nem, de nem baj. Nem érdekes. Maradhat az úgy. Jó, te kicsit lecsücsülnek, nézegetnek. Jó, akkor szerintem most egyelőre ennyi a bunker. Szépen, szépen alakul, nincs itt gond. Talán majd beindultak ezek is, lesz itt kaja is. Nincs farmer. Azt még azért megtesszük, mert ezt el fogom felejteni a következő részben. Azt mondja, van itt egy kertész. Egy, meg még egy kertész. Két kertész kell. Egy szakács, van egy szerelő. Jó. Meg szerintem beprogramozunk két gyerkőcöt is, hogy legyen egy kis utánpótlás. Nem tudom, hány életciklust élnek meg ezek a lakók, nehogy aztán valamit kipusztuljunk itt a végén. Oké, akkor köszönöm a figyelmet. Aztán folytatni fogom, ez így sandboxnak is megfelel, de szerintem lehet, hogy inkább sorozatszkút play lesz belőle. Minden esetre kommentáljátok majd, hogy mi a véleményetek, mit szeretnétek. Szeretnétek-e belőle újabb epizódot mondjuk? Mert akkor folytatni fogom, mert nekem eléggé bejövős, úgyhogy kicsit beteg, de majd jön a doktor bácsi, ezt meggyógyítja. Úgyhogy szóljatok, hogy kellene nektek ebből további epizód, mert akkor szívesen legyártom. Sziasztok! Valaki odahányt a falra, most takarítja ott a porszívóval. Lehet, hogy ez a szerencsétlen, akit éppen most kéne meggyógyítanunk. És hol a doktor? Ja, kajál. Jogos, csak meg ne halljon a páciens. Oké. Most elmegy egyet teker. Tekerésnél. Elvileg ugyan ő lakosz. Az éjség csökken, logikus. Ez meg valami mozgás, meg egyebekkel függhet. És akkor oda kuporgott? Jól látom, hogy mi baja van ennek? Mi baja van ennek? Semmi baja nincsen, csak ledőlt aludni, de mert elfáradt. Na jó van, hát ott van két szabad ágy is. Mindegy, most itt az lesz a következő, majd ide csinálunk egy nagy korrekt kis elfekvőt. Üres a frigó. Na ez majd probléma lesz akkor a következő részben. Most hát tényleg akkor elbúcsúzom.